hullám íveli majd be a labdát. Ezt akár erőből kapra is lehet rúgni, hogyha élesen lefelé csapódik, akkor veszélyes lehet. Így is veszélyes. Kapufa! Remek kecskeméti figura volt. Marad a vendégeknél. Visszaemelt labda, ott lehet, hogy nincsenek lesen. Így van, Zitzer vezet a Kecskemét 1-0-ra. Már az előbb is megszerezhették volna közvetlenül a szabadrugás után a vezetést, de aztán ismét helyzetbe kerültek, és miután nem volt les, megszerzik a vezetést. 1-0 Horváth Ferenc csapatának. Sokan reklamálnak, és elképzelte, hogy egy lapot is kiosztott a játékvezető valakinek. Lehet a Ribánszkinak, vagy talán Lukénak. Ezt most nem láttam, de nem sokára ki fog derülni. A kapusnak, Ribánszkinak adott lapot reklamálás miatt a játékvezető. Nagyon biztos volt a kapus az igazában az a kapcsolatban, hogy les volt. Mi meg majd a lassítás után leszünk okosabbak. Itt nem tud felszabadítani a Diós Győr. Egy játékos valóban lesen van, de nem ő kapja a labdát. Akik jöttek ott, ők nem voltak lesen, itt pedig már Rajci sem, ugyanis ez egy másik szituáció, viszont én kezezést, mintha kezezést láttam volna, majd az átvételt figyeljük, itt kéz volt bizony. Kéz volt bizony. Itt már nincs les, és ez nem is kérdéses, de a gólpassz előtt volt egy kezezés.